A 72, 120 méter hosszú sinekből előállítható hézag nélküli felépítményt csak kifogástalan minőségű, jól megállapodott és hengerelt alépítményre szabad fektetni. Meglévő pályák esetleges víztelenítését, vizes zsákok eltávolítását, lehetőleg a felépítmény fektetését megelőző évben kell elvégezni. Ezért az alépítmény felső részét eltávolítják, és megfelelő szemnagyságú kavicsos homokkal pótolják. Ennél a munkahelynél a talajmechanikai vizsgálat az alépítmény nem találta megfelelőnek. A zúzott kő ágyazat alá 20 cm vastagságban talajcsere szükséges. Ugyancsak a felépítmény fektetését megelőző évben kell a hidak esetleges átépítési, javítási munkáit is elvégezni. Nyílt áteresz hézag nélküli vágányban nem maradhat, azokat át kell építeni. Nagyobb vashidakon hézag nélküli vágány, a híd kereszttartóinak kímélése, a káros mellékfeszültségek elhatárolása véget nem fektethető. Ilyen hidaknál a híd két végére dilatációs szerkezet. A hídra úgynevezett szoros illesztésű felépítmény kerül. Hézag nélküli felépítményhez 50 cm vastag zúzott kő ágyazat szükséges. Ezt több rétegben tömöríteni kell. Egy terítés 12-15 cm-nél több nem lehet, amely a tömörítés révén 10-12 cm-re nyomódik össze. 10-15 cm-es rétegekben döngölik, majd hengerlik, addig, amíg a henger elé dobott követ a henger szét nem nyomja. Egy vágányú pályán a felépítménycseréknél rendszerint nincs lehetőség arra, hogy egy vágányzárás alatt elvégezzék a régi vágány bontását, az alépítmény hengerlését és a zúzott kőágyazat három rétegű tömörítését. Ezért ezeket a munkákat megosztják. Az első vágányzárás alatt az első zúzott kő leterítéséig és tömörítéséig jutnak el. Erre kerülnek be már a végleges aljak, amelyeket 24 méteres vendégsínek segítségével visznek be a pályába. A második vágányzár alatt a második és harmadik hengerlést, a harmadikban a 24 méteres sínek gombolását és hosszú sínek hegesztését végzik el. Két vágányú pályáknál az átépítés idejére lezárják a munkába vett vágányt. Ebben az esetben a teljesen kész, jól tömörített zúzott kő ágyazatra kerül a vágány. Az ilyen ágyazat jó felfekvést biztosít az aljaknak. Amíg az alépítmény és az ágyazat tömörítése elkészül, addig a szerelőállomáson lekötik a hosszú sínes mezőket. Ez a munka az érkező anyagok a hosszú sínek lerakásával kezdődik. A talpfákat előfúráshoz leosztják. Az esetleg pántolatlanul érkezett talpfákat szükség szerint préselik, majd pántolják. Thank you.
ellenőrzött vájat mértékkel átvizsgált aljakat, a szükség szerint után kapacsolják. A furatjelzőt ellenőrzik, hogy a vágány helyes nyomtávolságát biztosíthassák. A fúró méretét mintával ellenőrzik. A geolemezek helyes furatait is vizsgálják, ezzel a helyes nyomtávolságot a fellemezelésnél is ellenőrzik. Fellemezelt aljakat szerelővágányra osztják egyenlő távolságokra. A hosszú sineket az állódarukkal emelik rá és derékszög mértékkel állítják be, majd a geocsavarokat behelyezik és leszorítják. Az ívek belső sínszálaiba kerülő rövidített síneket úgy állítják elő, hogy pontosan meghatározzák a rövidülés mértékét, és annak felét-felét levágják a meglévő hosszú sín két végéről. Így elérhető, hogy a pályában történő hegesztések sugár irányban lesznek. A késsímezőket nyomálványokon a felhasználás helyére szállítják. Ügyelni kell arra, hogy a szerelőállomás úgy legyen telepítve, hogy a nyomálványoknak ne kelljen kitérő irányban haladni, mert a hosszú sínes vágánymezőket keretmerevségük miatt kissugárú íveken át nem lehet szállítani. A fektetés helyére szállított símmezőket a mozgó portáldarukkal lerakják, úgy, hogy közöttük a hegesztéshez szükséges 10-13 mm nagyságú hézag meglegyen. A hézagot lapos hevederek és különleges kengyelek segítségével biztosítják a teljes kiszabályozás és beágyazás után történő hegesztésig. A hézag nélküli vágány hevederes illesztéssel vagy dilatációs készülékkel csatlakozhat a hevederes illesztésű pályarészekhez vagy kitérőkhöz. A hézag nélküli vágányban lévő szigetelt sínmezők vagy szigetelt sínszálak szintén vagy dilatációs készülékkel,
vagy egy 24 méteres úgynevezett védő símmező közvetítésével csatlakozhatnak a hézag nélküli felépítményhez. Itt hevederes sínillesztéssel van a hézag nélküli vágány a csatlakozó kitérővel összekötve. Ilyen esetben a hézag nélküli vágány utolsó 50 méterében minden ajra símvándorlást gátló szerkezetet kell felszerelni, hogy megakadályozzák a lélegző szakasz mozgását. Az ágyazat felső, körülbelül 20 cm vastag rétegét aláverőgéppel tömörítjük. Az elkészült vágány ágyazatát döngöléssel vagy vibrálással tömöríteni kell. Fontos az aljak végein túlnyúló ágyazat jó tömörítése. Fektethető hézag nélküli felépítmény olyan módon is, hogy a pályán kívül akár több száz méter hosszúságban összehegeztik a síneket, és a vendégsínek segítségével teljesen elkészített vágányba azokat úgynevezett gombolás útján helyezik be. A hosszú sínek beemelésére a mozgó portáldarukat vagy diplorikat használják. Teljesen kiszabályozott és beágyazott vágányt a pályában összehegesztik. A közbenső hegesztések után elvégzik a záró hegesztéseket. Az előmelegítéssel egy időben csavarozógépekkel 5-5000 kg erővel meghúzzák a leszorító csavarokat. A záróhegesztés és a leszorító csavarok meghúzása után kiegészítik a hegesztés miatt megbontott ágyazatot és jól tömörítik. A kifogástalan, jól megállapodott alépítmény, a jól tömörített zúzott kő ágyazat és a szorító csavarok erős gépi meghúzása a jól elvégzett hegesztés mellett a hézag nélküli vágány előállításának elengedhetetlen feltételei.
A csavarok korrózió elleni védelmét szolgáltatja a kőszénkátrány, oltatlan mész és bitumenből főzött csavarmázzal való megkenésük. A csavarmáz a csavarok meglazulásának is ellenáll. Ultrahangos sínvizsgálóval végigvizsgált, régebben épített, még jó sínekkel bíró vágányok utólagos összehegesztése is lehetséges. Az ilyen esetben hibásnak talált síneket még a hegesztés előtt kicserélik. A hegesztés helyén az ikeraljak helyett a lengő illesztésnek megfelelően húzzák szét az aljakat. A hegesztés megkezdése előtt a vágányt jól ki kell szabályozni. A hegesztett állomási vágányoknál is a szigetelt csímezők közvetlenül csatlakozhatnak a kitérőkhöz. Az összehegesztett vágány és kitérő közé egy védőmező kerül. Az összehegesztett vágány utolsó 50 méterében minden ajra símvándorlást gátló szerkezetet tesznek. A hézag nélküli pályába kerülő kitérőket egymással és a folyópálya sínjeivel is össze lehet hegeszteni. A jól kiszabályozott, beágyazott és megállapodott kitérőt behegesztik a hézag nélküli vágányba. A jól megépített hézag nélküli pálya kevesebb fenntartási munkát kíván. A fenntartási munkáknál azonban figyelembe kell venni, hogy a vágány a fektetési hőmérséklet kivételével mindig hőmérsékleti feszültség alatt áll. Szélső esetben ennek értéke 1000 kg pro négyzetcentiméternél is nagyobb, és felülmúlja a mozgóterhelésből kiadódó igénybevételt. Éppen ezért a hézag nélküli vágányban az ágyazat megbontásával járó fenntartási munkát csak a semleges hőmérsékleten és az alatt szabad végezni, hogy a vágány kivetődését megakadályozzuk. Fekszínhibák megszüntetését legcélszerűbb vibrátorral végezni. Esetleges síntörések helyreállításánál a futó és vezetési él folyamatossága érdekében egy 10-20 méteres darabot ki kell vágni a hézag nélküli vágányból, és két hegesztési hézaggal kisebb, hasonló kopottságú sínt kell beheggeszteni. A síntörések helyreállításánál a sínvégek felmelegítésével és a kihűléskor kitáguló varrattal mellékfeszültségek kerülnek be az eltört sínszálba. A mellékfeszültségek elkerülése érdekében ilyenkor a hegesztéseket 11-13 fokkal a semleges hőmérséklet alatt kell elvégezni. Ha ilyen alacsony hőmérséklet nem áll rendelkezésre, akkor a semleges hőmérsékleten is elvégezhető a hegesztés, de jobbra-balra 100-150 méter hosszban fel kell oldani a szorító csavarokat, hogy a mellékfeszültségek hosszabb távolságra osztódjanak el. Semleges hőmérséklet felett
Síntörést nem szabad helyreállítani, de ilyenre nem is szokott sor kerülni, mert a hézag nélküli vágányban elsősorban télen következhet be törés. A hézag nélküli pályán az utazás kényelmesebb, biztonságosabb. Az étkezőkocsiban az utasok zavartalanabbul fogyaszthatnak. Az ilyen pályán a vonatok nyugodtabban gördülnek. Nem csak a pálya fenntartása olcsóbb és könnyebb, de a hézag nélküli pályán közlekedő járművek sem romlanak úgy, mint a hevederes, illesztéses vágányon. A jól megépített hézag nélküli vágány kevesebb fenntartási munkát kíván, hisz nincsenek sínillesztések, ahonnan a hibák kiindulnak. A felügyelet is egyszerűbb, és csupán a szorító csavarok feszességére, a hegesztések vizsgálatára és az ágyazat tisztántartására terjed ki. A hézag nélküli vágány az utazás minőségi megjavítása mellett a vasúti berendezések fenntartásában jelentős pénzbeli megtakarítást eredményez. Az 50%-ra tehető pályafenntartási kiadás csökkenés, továbbá a felújítási időszakok meghosszabbítása, a felépítmény szerkezeti elemeinek az élettartam növelése, a mozdonyok és kocsik fenntartási költségeinek, valamint a szükséges vonóerőnek csökkenése fokozottan kidomborítják a folyamatosan összehegesztett pályák alkalmazásának rendkívül nagy jelentőségét.